Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter az utóbbi kormányinfón kijelentette, hogy a kórházba kezelt Covid betegek 45%-a oltott. Ezzel egyértelműen megdőlt az a dogma, amelyet a kormányoldal, illetve a globalista balliberális ellenzék is oly régóta képvisel. Kiderült az, hogy az oltottak nem tudnak megmenekülni, nem csak a fertőzéstől, hanem akár a súlyosabb tünetektől sem. Így aztán a Mi Hazánk mozgalom azt követeli, hogy a kormány szüntessen meg minden diszkriminatív intézkedést az oltatlanokkal szemben, törölje el a védettségének nevezett igazolványt, és adja ki azokat az információkat, amelyek arra vonatkoznak, hogy hány oltott magyar állampolgár betegszik meg a koronavírustól, mennyien kerülnek akár kórházba, és a jövőben fejezze be azt a fajta propagandát, amely hátrányos helyzetbe szorítja, diszkriminálja azokat, akik nem éltek az oltás lehetőségével.